Immár második alkalommal rendezi meg a fenntarthatósági és természettudományi témahetet a Dürer Albert Általános Iskola. A hét folyamán az alsósok és a felsősök külön programokon fektethetnek nagyobb hangsúlyt a környezetvédelem témakörére. A programok során hulladékanyagokból különböző tárgyakat készíthetnek. Emellett meseíró és rajzpályázat színesíti a programot. Az iskola körül és az élővíz csatorna partján összeszedik a szemetet. Eléggé odafigyelek arra, hogy az otthonunk is ne egy ilyen szeméthalmaz legyen, hanem hogy rendszeresen a szemetet is kidobom, esetleg, hogyha már ugye kuka tele van, akkor kiviszem. Hát szerintem ez itt az iskolában is azért eléggé odafigyelnek. A társaim is arra, hogy rendezett legyen. A téma héttel az intézmény 342 diákkal csatlakozott a Földnapjához. Ez a két rendezvény tulajdonképpen az alsós és a felső tagozatos diákjainkat szólítja meg, és megpróbáljuk ezzel tanulóink figyelmét felhívni a fenntarthatóság fontosságára, a Földnapjának üzenetére, miszerint környezetünket óvni és védeni kell, hiszen a miénk. A téma hét keretén belül különböző programokat fogunk szervezni az alsósoknak. Az alsósoknak a programja két nagy témaköré épül, az egyik a víz témaköre, a másik pedig az állatvilág témaköre. A felsősöknél pedig természettudományos tantárgyakhoz kapcsolódó előadásokat és versenyeket szervezünk. A hétfői megnyitó eseményen láthatóak voltak a diákok által készített környezetvédelemmel kapcsolatos rajzok, festmények. A hét folyamán az Erkel Ferenc gimnázium tanulói tartanak előadásokat a felső tagozatos nebulók számára.